mi a különbség, hogyha mondjuk én levelezőn vagyok, vagy nappalin? Egy a sok száz kérdés közül, amelyet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemzetközi és európai tanulmányok karának nyílt napján tettek fel az érdeklődők. A német nemzetiségű gimnázium tanulója Hámori Dávid édesanyjával érkezett a rendezvényre. Német nyelven fog történelem emelt szinten érettségizni, és még németből fog emelt szinten, és most számoljuk, hogy 85%-ot kell ahhoz írni, hogy ezt meg tudjuk ütni. Rögtön, amikor bejöttem az épületbe, megtetszett, mert maga az épület is teljesen modern, tehát szerintem egyedülálló. Tehát, hogy az ember elmegy mondjuk Nyugat-Európába egy egyetemre, talán nem ennyire modern, mint ez. A nemzetközi igazgatás mindenképpen az érdekel, mert ugye érdekel a közgazdaságtan, meg a társadalomtudomány, és itt mindkettőből kapnék eleget. Tehát úgy érzem, hogy ez megfelelő lenne számomra. Nyilván sok utat kell bejárni, hogy valakiből diplomata lehessen, de úgy érzem, hogy itt megkapnám azt a megfelelő támogatást, hogy esetleg diplomata lehessek, vagy esetleg európai szervezeteknél tudjak dolgozni. Nem csak az egyenruhás, hanem a civil közigazgatási pályákon, így a nemzetközi térben végzett munkák esetében is fontos szempont az elhivatottság. Elhivatottnak kell lenni, mert végül is ez egy hivatás. És tudom, hogy nagyon szorgalmasnak kell lenni, mert tegnap is voltam már a rendészeti karon, és ott is nagyon sokat meséltek erről, hogy tényleg sok munka van ebben, de szerintem megéri, mert én tényleg ezt szeretném csinálni. Egyébként ez egy gyönyörű, szép ez a makett, és próbáltok itt elképzelni, hogy melyik épület vagy amit takar. Sebestyén László és felesége szülőkként vettek részt a nyílt napon. A rendezvény idején egy felvételi előkészítő tanfolyamon résztvevő fiúkat segítenék az itt szerzett tapasztalatokkal. Minden érdekelte, illetve különösebben semmi. És hát akkor próbáltuk abba az irányba terelgetni, amit mi is úgy gondoltunk, hogy neki talán fekszik majd a jövőben. Itt a nemzetköziség, azt hiszem, az nagy vonzerő ma Magyarországon. A sok nyelvűség, a nemzetköziség, amikor a sztenknek még nem adatott meg igazából. Nagyon jó benyomást szereztük itt. Az arcok is nagyon kellemesek voltak, nem csak az épület, túl azon, hogy kaptunk egy nagyon precíz tájékoztatást. De hát ugye az még csak a felszín, nyilvánvalóan majd később derül ki, hogy mi lesz itt. Az egykori rendőrtiszti főiskolán is tanító apuka szerint értékválság van a világban, és ő csak annyit tehet, hogy próbál példát mutatni a gyerekeinek. Egyértelműen az a lényeg, hogy jól érzem magát, hogy én nagyon ellene vagyok a külföldre utazásnak. Más az, hogy az ember világot jár és kipróbálja magát, de itthon kell érvényesülni, és ezt a gyerekeim is azt hiszem nagyon így látják egyelőre, hál' Istennek. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem már az ország egyik legnépszerűbb oktatási intézménye lett. Az eredményből a két éve alakult nemzetközi és európai tanulmányokkal is kiveszi a részét. A hazai közigazgatásnak a külügyi és a integrációs területeire képezünk szakembereket. Nagyon erős itt a általános felkészítés, ami a nemzetközi ügyekre készíti föl a hallgatókat, azoknak az intézésére, és nagyon erős a nyelvi felkészítés is. Ennek a karnak a hallgatói is élvezhetik majd mindazokat az új szolgáltatásokat, amelyek a Ludovika Campus fejlesztésével várhatóan már idén szeptembertől valóságá válnak. Új tanépületünk lesz, új kollégiumi elhelyezésünk van, már az készen van, és készülnek a sportlétesítmények is, tehát nagyon hasznos létesítmények épülnek, és itt a idejüket nagyon jól el tudják tölteni. Mindehhez azonban be is kell jutni az egyetemre, amely a nemzetközi és európai tanulmányokkal esetében egyáltalán nem könnyű feladat. A mi karunk az egy kicsit más, kisebb, de ennek mi örülünk, hogy mi kicsik vagyunk. Egy szoros, pici közösségbe dolgozunk, és mi tényleg azokat keressük a középiskolákban, akik a mi elvárásainknak is megfelelnek, nem alacsony pontszámokkal dolgozunk, és nem tömegoktatást nyújtunk. Úgyhogy aki ilyenre vágyik esetleg, az nem biztos, hogy a mi képzésünket fogja választani. Minden nap magunkat is, oktatóként is, hallgatóként is arra figyelmeztetjük, hogy nekünk a nemzetközi porondon kell megfelelnünk, mert ez Magyarország érdeke, mert a magyar nemzeti érdeket akkor képviseljük jól, hogyha mi valóban nemzetközi mércével és versenyképes szakembereket képzünk. A kar hallgatói olyan tudást szereznek tanulmányaik során, amellyel megfelelően értelmezni tudják majd a világpolitikai eseményeket is. Akik ide járnak, azok lesznek képesek majd arra, hogy jól értelmezni tudják például Theresa May legutóbbi beszédét, hogy képesek legyenek arra, hogy megértsék a Brexit folyamatait,
hogy világosan lássák azt, hogy az amerikai külpolitika például milyen hatással van Európára, hogy egzotikus térségekről megfelelő információval rendelkezzenek ahhoz, hogy mondjuk a kormányzat, vagy minisztériumok, háttérintézmények, nemzetközi intézmények számára olyan tanácsokat adjanak, hogy vajon hogyan is tudják alakítani, jobbá tenni a politikájukat, szakpolitikai területen is tudnak javaslatokat tenni. A kar jelmondata nyitott szemmel a világra. A dékán szerint ez a hallgatók felé való közvetlenebb kapcsolatot is jelenti. Nem csak tanítani szeretnénk önöket, hallgatókat, hanem mi is tanulni szeretnénk önöktől. Ez most furán hangozhat, de mivel mi egy ilyen változó közegben vagyunk, állandóan új dolgok vannak a nemzetközi világban, ezért mi azt gondoljuk, hogy ez csak így működik. A nyílt napon bemutatkoztak a karhoz kötődő kutatóközpontok, az egyetemi szakkollégiumok és a hallgatói önkormányzat is. Az érdeklődők megtekinthették a Ludovika főépületet, valamint a 600 fős Olci úti hallgatói kollégiumot is.